Ária altatója címmel Moldvai Néblat hallottam Batik Dóra 4. osztályos tanuló előadásában. Dóri a Diósviszlói népdaléneklési versenyen korosztályában 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára Pekauer Aranka. Kedves vendégeim! A Veremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és dolgozói, valamint az Iskola és Művelődés Veremenden közalapítvány kuratóriumának nevében szeretettel köszöntök mindenkit. Advent 3. hetében járunk, az öröm és a fél érkezését várjuk. Az ünnepi készülődés hangulatát zenével, a közös muzsikálás örömével szeretnénk emelni. Az iskola kórusa következik. Vezényel és zongorán kísér Weber Anita. Feljöttünk már az a csillag, a szelek élénk szárnyán. Madarász Gábor, add tovább! Oh, my goodness.
kezdődött inskolán kis zenekara azokból a növendékekből, akik már legalább egy éve tanulnak hangszerükön. A zeneiskola két új tanárával és munkájával is ismerkedhetünk a közös produkció által. A kis zenekar Hartenstein Dániel vezényi, az énekkart Weber Anita vezeti. Ismert karácsonyi dalokat adnak elő. Kérjük a kedves közönséget, aki ismeri ezeket a dalokat, bátran segítse az éneklésben. Thank you.
utánpótlás, a kicsik után következzenek a nagyobbak, a veremendi ifjúsági fúvószenekar az adventi koncertek állandó szereplője. Ma esti nyitó muzsikájuk Norbert Galli legismertebb polkája, Böhmischer Traum, vezényel Baronics Zsolt. Thank you.
valószínűleg itáliai, más vélemény szerint spanyol eredetű korabarok udvari tánc. A lassú, méltóságteljes felvonuló táncot fejedelmi esküvőkön, díszmeneteken, temetéseken, teljes ünnepi díszben és fegyverzettel járták. Pavanin Blue, Ted Hagen szerzeménye következik. Készült karácsonyi dalcsokor következik, Schönberger Máté és Petrovics Rihárd előadásában, zongorán kísér Daka Tímea. Máté novemberben képviselte iskolánkat a Kaposváron megrendezett regionális részfúvós versenyen. Felkészítő tanáruk Hartenstein Dániel. Thank you.
zenekari átiratban megszóló karácsonyi dal szövege a következő. Ó, Betlehem kis városa, mi csendben fekszel ott? Álomtalan meződ felett a néma csillagok. De Zord utcádon tűnt fel örökké tartó fény, ez éjszakán beteljesül benned minden remény. Iskolák 8. osztályos tanulói kamaraóra keretében készültek egy népszerű angol dal és annak variációival. Rasztik Noémi szaxofonon és Fazekas Méde a zongorán játszik. Felkészítő tanáruk Daka Tímea. Thank you.
a nagyon kedves felajánlást Bizony Lajosné Terikének, aki az ünnephez tartozó szép fenyőfával ajándékozott meg bennünket. Ó Tannenbaum, ó szép fenyő! Tradicionális német karácsonyi éneket énekel két negyedik osztályos tanuló, Nádasi Violetta és Orgyán Hanna. Ők Tetuel Ranka tanítványai. Ó, Tannenbaum, ó, Tannenbaum, mit rajz in deine Blätter? Du grüß nicht nur zu Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Ó, Tannenbaum, ó, Tannenbaum, mit rajz in deine zenék, a csillogó gyermekszemek meghitt hangulatot varázsolnak ide a terembe, melyet szorgos közek rendeztek be és öltöztettek díszbe. Köszönjük az önkormányzat munkatársainak segítségét, a dekoráló kollégák munkáját. Elismerésemnek a két kollégának, aki mindezt megtervezte és a kivitelezést is irányította. Köszönjük nagy név Lasics Zsuzsannának és Juhos Juditnak. Dallamok után felcsendülő forró hangulatú latin zenét most nekik ajánljuk, Samba for You. Főiskolán szerzett tanítói diplomát énekzene szakkollégiumi képesítéssel. Alsó tagozatos nevelőként sok-sok kisgyermek első iskolai lépését irányította, felügyelte és segítette. Főként a zenei nevelésben végzett kiemelkedő szakmai munkát.
Az énekzene oktatásban és az alapfokú művészet oktatásban is számos tanítvány és növendék élvezte igényes, alapos, élőszerű pedagógiai tevékenységét. A tanórai tevékenység mellett a tanórán kívül szervezett kulturális zenei programok és rendezvények sokasságával nem csak a tanulók, kollégák és szülők elismerését vívta ki, hanem az intézmény pedagógiai arculatát is formálta. Kiemelkedő munkát végzett a tehetséggondozás területén. Az általa felkészített, sokszor hátrányos helyzetű tanulók szép eredményeket értek el a népi énekkultúra ápolásában. A pedagógus munkája nem marad az intézmény falain belül. A közvetlen környezet a település életére is hatást gyakorol az iskola. Szántó Lászlóné aktív művészeti tevékenységgel, kórusvezetői, rendezvényszervezői munkájával meghatározó személyisége volt Belement kulturális, zenei életének. Emlékezetes koncertek, községi rendezvények jelzik életútját. Előadóként, pedagógusként és emberként is követendő munkát adott a tanítványainak. Saci pedagógiai és szakmai tevékenysége szűkebb és tágabb környezete számára is példaértékű. Hosszú éveken át végzett, következetes, tudatos és eredményes oktató-nevelő munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából, miniszteri elismerő levelek és pedagógus szolgálati érdemérmet vehet át Petko Máriától, a Klik Siklósi tankerületének vezetőjétől. Biztos, hogy én most igazgatóasszonytól szót kaptam, de most egy picit visszaélek a vendégjogommal. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én azért kértem, és remélem, hogy nem haragszanak ezért a két mondatért, mert egyrészt nagyon szeretek idejönni önökhöz Belementre. Szeretem látni azt a színvonalas munkát, amit megtapasztalok mindahányszor belépek ide az intézménybe. Szeretem látni a sok-sok ügyes gyereket, akiknek már most kívánok nagyon-nagyon tartalmas, kellemes szünidőt, nem most hétfőtől, tudjátok, majd egyre később. És amiért igazán, én meghatódva állok most itt. Nagyon megtisztelő számomra, hogy én adhattam át, pontosabban igazgatónővel egyetemben, ahogy szokták mondani közhelyesen azt a megérdemelt díjat, amit most te meg is kaptál. Engedjenek meg még egy mondatot, sokkal előbb ismertelek téged egy igazi közösségi embernek, egy kórustannak, egy motornak, mintsem egyszer szembesültem azzal, hogy mi tulajdonképpen kollégák vagyunk. Szeretnék ilyen kollégája lenni sok-sok mindenkinek, mint amilyen te voltál, vagy és leszel mindenkinek. Szükség van a továbbiakban és a jó tanácsaidra, a segítségedre. Ehhez kívánok neked egészséget,
és hasonló intenzív életet, mint eddig tettem. Önöknek pedig már most kívánok áldott karácsonyt. Köszönöm szépen! Skyfall című James Bond film napsikerű betétele, a kivételés hangú és média előtt gyakran rejtőzködő Adele énekesnő előadásában ismerhettük meg. Ma egykori növendékünk Kercsmár utca énekli, a Beremendi ifjúsági fúvózenekar pedig Baronács volt vezénye. Ismernek világszerte, címe Just a Gigolo. Az eredeti dallamot az első világháború után összeomlott Habsburg monarchiában komponálta. Aztán született egy másik melódia, szintén az első világháború körüli időkből, Spencer Williams szerzeménye, I Ain't Got Nobody. A két melódiát aztán Lewis Prima 1956-ban egyetlen dallá gyúrta össze, és megfűszerezte a lüktető ritmusú jive stílussal. Ennyi év távlatából már nyugodtan megállapíthatjuk, nagyon jól sikerült.
és a 20. század táncok után klasszikus tánczenét szólaltat meg Boros János és tanára Daka Tímea, Schubert Négylendler. Schubertről kevesen tudják, nagyon fiatalon halt meg, 32 éves sem volt. Rövid élete ellenére rendkívül sok dalt, zongora és kamara, zenekari művet komponált, nagyon termékeny zeneszerző volt. Mégiscsak a 19. századi zeneszerzők Liszt, Brahms és Mendelssohn által váltak ismerté. A Lendler háromnegyedes közkedvelt néptánc Dél-Németországban, Ausztriában és Svájcban. Kedves vendégeim! A mai estét nem csak az adventi készülődés jegyében szerveztük. Az Iskola és Művelődés Bereményben közalapítvány 20 éves fennállásának és tevékenységének jubileumát is ünnepeljük. A közalapítvány a két évtized alatt számos kulturális, művészeti, közéleti, szabadidős programot, rendezvényt szervezett és támogatta a község gyermekintézményeit. 20 év jelentős idő. Azok a gyerekek, akiket a kezdetekkor megpróbáltunk mozgósítani, mára felnőttek. Nehéz lenne számba venni a támogatókat, közreműködőket, mindazokat a szervezeteket és magánszemélyeket, akik valamilyen módon segítették a célok megvalósítását. Köszönet illeti az alapítót, Beremen Nagyközség önkormányzatát, valamennyi szponzorunkat, a partnerszervezeteket és partnerintézményeket, valamint az állandó és alkalmi segítőket. A 20 év számvetéseként egy rövid film is készült, mely visszatekint, dokumentálja a két évtizedes tevékenységet, értékel és összegzi is az eredményeket. Köszönjük a film készítőinek, Benedek Sándornak és Bukvisz Balázsnak a szakmai segítséget. A filmet a Beremen TV már vetítette, és az interneten is látható. A jubileum alkalmából rajz- és logotervezési pályázatot hirdettünk, melynek eredményhirdetése most következik. A rajzpályázatra összesen 35 alkotás érkezett. Az 5 kategória legkiemelkedőbb műveit láthatják a tárlókon. A pedagógusokból és tanulókból álló zsűri mentése alapján a következő eredmények születtek. A díjak átadására felkérem Szirinné Németh Tímeát és Trapnyi Kovács Anna Máriát, a kuratórium tagjait. A díjazottakat pedig kérem, hogy vegyék át a jutalmukat. Óvodás kategória. Első helyezés megosztva Légrádi Lia és Hadra Bíborka.
Második helyezés Harcos Bence. Harmadik helyezés Dabis Máté. Első osztályos kategória. Első Vita Boton. Második Pintér Viola. Harmadik Király Csaba. Második osztályos kategória. Első helyezett Végvári Sára. Második helyen szintén megosztva Szalai Fanni és Schuller Katalin. Harmadik díjat kap Vinkovics Bence. A harmadik osztályos kategóriában csak első helyet adott a zsűri, azt viszont megosztva Schuller Hannának és Hadra Benedeknek. Negyedik osztályos kategória. Első helyen végzett Nádasi Violetta. Második Orgyán Hanna. És harmadik díjazott Csondor Lica. Köszönjük a kis alkotóknak és mindazoknak, akik segítették őket, támogatták a pályázat során. A nagyobbak számára hirdetett logótervezési pályázatunkra sajnos csak két pályázó érkezett. Orsakics Mira a 7. osztályos és Sevcsik Kata a 6. osztályos tanulótól. Talán ez is mutatja, hogy nem is volt ez olyan nagyon könnyű feladat. A zsűri mindkét alkotó munkáját díjazza, melynek átadására felkérem Miós Judit kuratóriumtól. Kérem, hogy Orsakics Mira jöjjön és vegye át a díját. És a kategória győztese Sevcsik Kata, akinek alkotása ezentúl a közalapítvány hivatalos jelentése. Azt is elárulhatom, hogy a díjazottaknak az oklevélen már ez a logó szereppel ezt tüntettük fel. Végezetül szeretném megköszönni annak a támogatónak, inkább aktivistának a tevékenységét, aki a kuratórium alapító tagjaként nagy pedagógiai tapasztalattal, a kultúra és berelem iránti elkötelezettséggel tevékenykedett, és teszi ezt a mai napnak is szeretettel. Geiger Ferencné Zsuzsanének köszönjük az önzetlen segítségét, és kívánunk nagyon jó egészséget!
Kedves közönségünk talán emlékeznek, hogy tavaly a karácsonyi koncerten került sor először arra, hogy a Merenyed Ifjúsági Zenekar saját tagjai közül megválaszta az év zenészét. Hát tavaly nem is lehetett ez más, mint Garangyi Tamás, aki ezt a díjat 2014-ben megkapta. Úgy gondolom, hogy idén is nagyon sokan megérdemelnék, azt is mondhatnám, hogy a zenekar minden egyes tagja megérdemelné, hisz úgy gondolom, hogy a szabad idejüket szánják arra, hogy próbákra járjanak, fellépésekre járjanak, és mindezt teszik azért, hogy önöknek örömet szerezzenek. De hát azért mégiscsak ki kellene sorsolni egy embert, aki igazán megérdemli, és idén ez úgy történt, hogy a zenekar egy titkos szavazással kiválasztotta maga közül, akiről úgy gondolja, hogy talán a leginkább megérdemli, hogy 2015-ben az év zenésze legyen. Úgyhogy ennek az embernek, emberkének most egy kis emlékplakettet, és a hozzájáró, hozzátartozó kis ünnepelni való italt fogjuk átnyújtani, illetve fogom átnyújtani, és az az ember nem más, aki 2015-ben a Merenyed Ifjúsági Zenekarban az év zenésze, mint Örös Norbert. Legsikeresebb magyar énekesének, Zembó Jimmynek egy dalával zárjuk a mai napot. A rajongók által királyként tisztelt Jimmyre a görög énekes Demirusztól gyakorolt igen nagy hatást. Szent karácsony éjjel. A pedagógus kamarakórus és a zenekar közös produkciójával kívánunk örömteli adventet és meghitt békés karácsony mindenkinek.